200-nál is többen regisztráltak arra a korosztályokat összekötő vetélkedőre, melynek fókuszában az okos megoldások hétköznapi használatának megismertetése állt. A játékot a szombathelyi önkormányzat szakmai partnerével közösen szervezte. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az idősödés az egy lehetőség. Ugye azért már több éve dolgozunk ezen, hogy ezt megmutassuk, hogy ebből milyen üzleti lehetőségek vannak, milyen élvezeti élmény lehetőségek vannak ebből, és ezt szeretnénk most bemutatni. A folyamatos kutatásoknak és fejlesztéseknek köszönhetően az időseket segítő okos eszközökkel biztonságosabbá és aktívabbá válhat az öregkor. Az egészségiparhoz, a szociális és idős ellátáshoz köthető digitális megoldások fejlesztése az önkormányzat középtávú elképzelései között is hangsúlyos szerepet kap. Úgy gondoltuk, hogy legyen valami kicsit formabontóbb, valami teljesen új, és hogyha már az egyik zászlóshajó projektünk a Szombathely 2030-ban az éppen az egészségipar, azon belül is a komplex rehabilitáció, illetve az egészségiparnak és az idős ellátásnak a digitalizációja, a digitális megoldásoknak, az okos megoldásoknak a bevezetése, akkor ezt a kettőt valahogyan kapcsoljuk össze, és csináljunk belőle egy olyan élmény alapú rendezvényt, ami egy élő vetélkedő, és ahol a különböző korosztályokat is össze tudjuk hozni egymással. A vetélkedőn közel 100 nyugdíjas korú és 100 fiatalabb képviselte saját korosztályát párokba rendeződve. Bokányi Adrien tanácsnok a nagymamájával nevezett a versenyre. Nagyon jól érzem magam, ez még csak a második játék volt, mindegyik sikerült, úgyhogy nagyon szívesen jöttem el, és örülök, hogy itt lehetek. A rendezvényen a fiatalabb és az idősebb korosztályra jellemző tevékenységekhez kapcsolódtak a feladatok. Felcserélődtek a hagyományos szerepek. A fiatalabbak ablakot pucolhattak, az idősebbek pedig kipróbálhatták a VR szemüveget és a játékkonzolokat. Dobozokból kell kipakolni a megfelelő helyekre. Nagyon tetszik, izgalmas játék, és hát egy ilyen kis fiatal aranyos lányjal, lányokkal, mert kettő van, segítők, nagyon-nagyon-nagyon élvezem. A három turnusban zajló versenyen 10 állomáson tehették próbára ügyességüket a résztvevők, miközben olyan okos eszközökkel is megismerkedhettek, amelyeket a későbbiekben akár a piacra is bevezethetnek.